Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Megérkezett a Festivalhoz a legújabb kiegészítő, az ázsiai madarak kiegészítő. Annyi történt, hogy felvágtam a fóliát, úgyhogy még én sem tudom, mi van benne, nem néztem meg. Ez egy elég komplex kiegészítőnek ígérkezik. Van benne duetmód, vagy duomód, hogy ketten lehet játszani, két játékosra. Ki lehet bővíteni 6-7 játékosra a játékot. Nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon várom. Lássuk is, hogy mi van a dobozban. Tehát akkor bontsuk ki, és nézzük meg, mi is van benne. Annyit módosítanék az előzőekhez, hogy egy és kettő játékos duett módon áll, egy-egy önálló játék. Én csak két játékos mondtam, de egy játékos is játszhatja. Na nézzük. Először is van egy, akár 6-7 játékos is játszhat. Itt van a két játékosra is az előkészület. Szokás szerint nagyon jó kis szabálykönyv van hozzá. Van egy melléklet. Duett forduló végi célok. Leírása. Madár képességek leírása. Szokás szerint jó alaposan minden le van írva. Itt van egy automata játékszabály, ha egy játékos játszik. Bár én egyedül nem szeretek játszani, nekem még a társasjáték azért mindig társasjáték. Van egy tároló. Új kockák. A sima játékban már nektár is van, úgyhogy ezen meg nincs. Vannak újabb tojások. Vannak valami jelölők. Fekete színbe és fehérben. Nem tudom pontosan, majd megnézem a szabályt és kiderül. Van egy tasak. Pontozó az automatához, több játékoshoz. A kártyák. Mindig ez a legjobb az egészben, az új madárkártyák. Küldetések. Meg vannak jelölve, lehet, hogy akkor ezek lesznek a duett módban a küldetések. De valószínűleg külön. Ez van, ezek szerintem automata kártyák lesznek. Meg segédletek. Tesszük. Na nézzük. Ó, végre nem az a papírlap, ami volt eddig a fordulóvégi célokhoz, hanem egy ilyen nagy lapot adtak, ez a rajmódhoz van. Ez pedig nem tudom, majd megnézzük a szabályba. De ez is valami a duett módhoz lesz. Aztán jönnek a kinyomósok. Egy ilyen madaras, 3 kártyát lehet rátenni. Fordulóvégi célok, ez is meg van jelölve pirossal, újabb kis eledelek, rengeteg eledel. Barna lapunk, még több fordulóvégi cél, még több eledel. Fordulóvégi duett mód, leírás,
rajmód leírás, röviden. Egy ilyen tárcsánk, nem tudom mi, már megnézzük. Még jelölők. Szerintem ez egy új kezdőjátékos jelölő lesz. Még több eledel. Azt mondja, hogy rövid leírás a rajmódhoz, vagy a duettmódhoz. Vagy akár mindegyikhez is. Igen. És a kiegészítő táblák. Ha 6-7 játékosra bővítjük a játékot, ez már a minden kiegészítő tartalmaz, benne van a nektáros is, az óceáni madarasos, madaras kiegészítő is, viszont itt a túloldalon van az új tábla. Ez lesz gondolom a duetthez való tábla. Ebből is van 2. Szuper, már nagyon várom, hogy kipróbálhassam. Most csinálok pár képet, hogy jobban meg tudjátok nézni közelebbről. A játékhoz már készülnek a szabálymagyarázó videók, és készülnek a végijátszások. Lesz teljes alapjátékos végijátszás, lesz duettmód, csapatmód, rajmód végijátszás is. Ha szeretnétek látni, nem szeretnétek lemaradni, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!